Kedves testvérek, 110 éves a templom, 110 éve szenteltünk, sok a örömére, a jobbunkra, üdvösségünkre, 110 éve találkozunk itt az anyával együtt, királyunkkal együtt, aki sok-sok évszázad akarom számolni, mióta imádkozik a népünkkel, imádkozik a Kárpát Jó, a mindenható Istennek, és
Ezért Isten Ádámra bízza, hogy adjon nevet a gyermekeinek, mert ő nem mindig akar nevet adni, és nem ember-ember kapcsolata az, amivel ő vele kapcsolatban vagyunk. Mária volt a neve. Ez kiadta a szülőknek. Pedig ez az ő maga, mert senki se ismeri a személyét. És Mária apja, Joakim azt mondta, hogy Mária, Mirjam legyen a neve. Mert a Teremtő a szülőket részesíti, a teremtőjének iránti Teremtő szeretet. Hányszor hallottuk Isten Atyát? Hogy az igazi szeretet az nem, hogy ilyen vagy, vagy olyan vagy, hanem jó, hogy jó vagy. És ez csak Isten tudja megtenni. Amikor egészséges vagy beteg, tehetséges vagy kevésbé tehetséges. Testvérek, itt van az asszonynak, a nőnek az abszolút szentsége. Ha normális, még ha nem hívő is, akkor most úgy szeretni ezt a kicsi lényt, mint az Isten. A létét akar, nem a tulajdonság. Persze minden szeretetünk megrombolhat. Ezért az édesanyja szeretete és megváltásra szorul. Kedves testvérek, a megnevezés a szülők által adott névnek egy funkcionális küldetése van. Az, hogy majd erre kezdünk figyelni. Megszólítják a személyünket, de nem teremtik a személyünket. Ezért valamennyi és a drámai mélységeket, szakadékokat itt meg alakul, amelyben elmenhetünk. Az európai civilizációs ebben mennünk el. Mert elszabad Istentől. De Isten az elszabad ember megszólítja. Isten megszólít minket, hol? A lelki ismeretben. Mi az? Az nem így van. Kívülről van szó, lefelé szó, és fölöttem már nincs a felek. Azóta 50 évig jöttek el Józsi megre. Anya, azóta vannak 50 évig, azóta nekem, de most kegyelmet kaptam, megszólalt az a hang, hogy tudod, hogy nem így van. Ez a mi szerencsém. Mi elszakadtunk az Istentől, de Isten nem szakadt el tőle. És ott vannak a maradványai bennünk, például ez a lelkiismeret hangja. De nem szólít néven. Azt mondja a Szent John Henry Newman bíboros, hogy te ki vagy te? Mutatkozz be! Nem mutatkozik majd Krisztusban, hogy én vagy. Semmiféle vallás iszta le, semmiféle vallás nem terülik az emberi szeretetre. Egység. Az evangélium a lelkiismeret szavára válaszol, az lesz nyilvánvalóan válasz. Hogy az a valaki az én vagyok, és most többen azt mondom, hogy szeretem, azt mondom, hogy megváltalak téged, azt mondom, hogy ne félj, és majd nevet adok neked. Mélységekbe zuhanhatunk, ha nem szeretnek minket, csak egy pillanatra is úgy, mint a Teremtő Isten. Ennek a szeretetnek a lényege az, hogy én téged nem ismerek. Nem a tulajdonságot. Téged. Azt a csupasz kezdetlen létező. Tehát a szülők ezért részesül egyedül Istennek ebben a nagy adományában, hogy megnevezheted a gyermekedet, mert kaptál tőle egy kötelességet is. Az apa és az anya jobban, hogy megnevezheted.
Nem csak úgy, hogy egy asszony szereti a fiát, egy lányát, nem úgy, hogy egy férfi, egy apa szereti, ezt kell, és nézd meg a kisgyerek szemét, amikor rád néz, azt tudja, hogy nincs valami, apa is, hogy nem van. És van rossz vagy, akkor is szeret. Vagyis nem szülő szeretetbe válkozik. Isten szeretetében. Hogy lehet áldozás nélkül nevelni a gyermeket? Hogy visszem Jézus, hogy a szívem rá legyen kötve az ő szívére. Domjáni Szent Péter annyira gyűlölte az anyja, hogy napok óta nevet nem akart adni, és a szomszédok mondták, hogy adj már neki nevet. Érdekes, hogy ha ilyen ember találkozik Krisztussal, az se lesz sérült. Magához kapott egy nagy bátyja, Damján, és az ő nevét szerette mutatva lenni, Damjáni Szent Péter. Természetesen remekedett, és ott megtalálta a Teremtő Isten szeretetét, aki őt előhívta, aki őt olyan mélyen szólította meg, hogy létrejött. Aztán az Anya Szent Egyház bíborosa lett és egyház tagja. Az üdvösség történetben, amikor Isten úgy szólít meg egy ember, mint az ő teremtője, akkor kétszer mondja a nevét. Ábrahám, Ábrahám. Nagyon nagy jelentőséggel, nem irodalmi fogalom. A felesége csak azt tudta mondani, Ábrahám, még a kézgyermekségi akkor sem egy mélyebbre megszólítás. Isten egyszer úgy szólítja meg ember, mint az embertársa. Másodszor, mint a teremtő is. És azt mondja, én vagyok. Egy párbeszédes lény. Csak azért hallatakon a lélek a szemében Isten akarja. És most már ez a hallatakonság magánvalóságának tulajdonává lesz. De bennünk semmi sem lenne hallatakon, hanem ez az Isten kapcsolata hallatakon. Emiatt vagyunk hallatakon. És a kivonulás könyvében olvassuk az égő csipkebogyóból, hol hang hallatszik. Mózes, Mózes. És amikor indul a profetizmus, Isten információkat akar az Izraelnek előkészítse az utolsó szavát, Krisztust, akkor a kis Sámuelnek, akit Hanna beadott kis minisztránsnak, oda utazottak, mert őtőle kapta, hiszen nem lehet, nem volt gyermeke, és aztán de, mert imádkozott. És ott valszik ez a kis minisztrás, és egy öreg hal, nem is olyan. A héli ott valszik, és egyszer csak megszól egy hang, Sámuel. Itt vagyok, oda megy az öreg hal, és szól, itt vagyok. Ne kérdezik, hogy menj vissza, biztos rosszak állapodott ez a gyerek. Még egyszer megszól, megint oda megy. Hát gyanút fog ez az öreg hang, ő már nem hallja az Isten hangját, de azért az Isten szólva a gyermekének is. És itt van az ő tapintalata. Tudod, hogy még egyszer szól, mondta, szólj oda, hallod a te szolgát. Nem pedig azt fogja mondani, mint Freud úr, hogy nincs lelkiismeret, nincs kívülről jövő szó, az a te tudatalattidnak a fölfölése. Lehetetlenni neveltük egy nemzedéket, hogy mennyire hallja Isten hangját, de hallja. Most 60 hiányban tartottam lelkiakulatú 17 évesen testvéret egy új Magyarországon. Azt a tisztaságot, azt a figyelmet Isten igényére, azokat a kérdéseket. És hát amikor elérkezett az idő teljessége, amikor Isten elküldte Gábriel arkangyal Galilea Názáret nevű városába egy hűs szűzhöz, aki jegyesebb volt Józsefnek, és a szűz neve Mária volt, mert ezt adták a szüleinek. Isten nem úgy köszönti Máriát, mint az üdvösség történet óriásait, akinek nagy küldetésben nem mondja azt, hogy Mária, Mária. Félelmetes dolog történik. És az új szövetségbe is így van.
Saul, Saul, miért üldözöl? Ekkor tudja meg, hogy a Názáreti az Isten. Mert ebben a második szólításban eléri azt a réteget, a megszólítást, amit ember nem tud elérni, csak akkor, ha Istenben szeretek. Kegyelemben teljes. Új nevem az. És ezt az Isten adja. Ne gyűjtsa majd, ezt szó szerint kellene. Ha pedig kegyelemben teljes, akkor egy nagy probléma van. Mert Krisztus még meg se született. Még meg se változott. Hogy lehet kegyelemben teljes? És ezért Mária zavarba jött. Miféle köszönt? Az angyal, vagyis Isten küldötte, nem használt a szülei által kapott nevet, amelyet aztán majd kétszer mondanak. Nem az üdvösség történetben kap egy hivatást Mária, hanem az egész üdvösség történetet átfogó hivatást kap, sőt az egész teremtő világ. Végtelenül gazdag megszólítás. Mária zavarba jött. Nem csoda, hogy lassan tárul föl előtte is az, ami benne van, az az Isten kapcsolat. Ez a köszöntés, kedves testvérek, ne csodálkozzat, hogy zavarba hozta az egyházat is. Hogy kegyelemmel teljes, nézzük ezt a megváltás rendjébe, majd pedig a teremtés rendjébe. Hát a megváltás rendjébe nézzük, akkor ez valóban nagy probléma, mert azt írja a Szent Pál a Rómaiak közé levelében, amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyamatra bírt a halál, ugye, így a halál minden embernek pusztára része lett, mert mindnyájan bűnbe esett. Átteredő bűn. Aki embernek születik, az egy Istentől elszakadt állapotban van. Ez biztos, hogy tapasztalatot a mennyi kísértés. Milyen keveset volt az Istenben. Tehát akkor volt egy paradicsomi állapot. Isten szeplőtelennek és tisztának teremtett az embert. Erre egyes teológusok azt mondták, hogy ilyen nem volt ez. Ez mítosz. Ez egy mese. Egy vallásos valami, amit hát tudom mondani valója vagy nincs. De most erre mondom, hogy nem áll, vagy teológus használja a józan paraszti eszét, ami marad neki. Tudni, Isten nem teremte, tőle elszabadt embert, mert akkor gonosz lett. Hisz, hogy hány percig tartott, hogy hónapokig ez az állapot nem tudja, de már jártak. Na de hát Ádám a léka. Az is az én csodálatos, hogy a fogantatások nem ebben az állapotban történtek. Nem lettek szervőtelen fogantatások, vagyis Isten kegyelmében teljes, sem Isten kegyelmét birtokló emberiség, hanem az Istenbe való elszabadás után fogantatott az ember. Kain és Máté. Igen. És Mária, Ádámnak az utódja, akkor hogy lehet kegyelemben teljes? Kedves testvérek, én azt hiszem, a világ végéig nem fogjuk teljesen megérteni az evangéliumot. De mi mindent megérteni? Ha alázattal elfogadjuk, az egyház is megszabadult ezen köszöntéssel, de elfogadta azt, hogy kegyelemben teljes. Mi szállt meg bennünket, milyen szellem, hogy amit hirtelen nem értünk a Szentírásból, vagy a Szent Miséből, az kiavítjuk, hogy érthető legyen. Nincs ott valami titok, amivel harcolni kell, mint János az angyalok, hogy nem engedlek el, mint nekem állnak. Az egyház itt volt ezzel,
keleti liturgiában is se tudják, mi nem nevezik Máriát, paradicsomra. Levelül a olajtartó, liliuszár, bűn nélküli. Igen, de Ádám imanéka, és minden Ádám imanéka Istentől elszakadt állapotban született. Akkor most mi van? Kedves testvéreim, hát azért most hadd mondjam, hogy nagyon büszke vagyok Szent Ferencre. Ő, aki a Jézus sebeit viselte nagy péntek fölé helyezte karácsonyt. Egyszer péntek leesett a karácsony, jön le magam lecsóba, és azt mondják, szabad-e Istenni, még a falu is Istenem. Az állatoknak is kétszeres akaratot adjatok. Szóljátok tele magunkkal az erdőt. Nem költőjeskedni, ez filozófus. Azoknak a kis gyomrára is tartozik az, hogy megfestessük az öröket. Vagy ez egy második kérdés lesz. Ne beszéljetek itt péntekben. Az ember elesett. Megváltója szólt, és Krisztus megváltója lett. De azt mondja, hogy az ő képére, Jézus képére teremtettünk. Igen. Erre azt mondja a Johannes Duskultus Ferences egymás doktora, a finom megkülönböztetések doktora, hogy bocsánat, úgy látszik, hogy Isten kétféle módon osztotta ki a megváltást egyenlőt. Keresztül megszerezte a minden bűnünk bocsánatát, az átkerelő bűnünk bocsánatát is. Csak kétféle módon osztotta ki. Miután mi mindannyian elestünk fele bennünk, Máriát nem engedte elesni. Félelmes. És csak a ferencesek védték. Görcsösek egyetemi szinten a szentetelem tartanás talán. Pázmán Péter azt mondta, nem taníthat az egyetemet, aki ezt nem fogadja el. Mert akkor még szabad tanítás tudni. Nem a tény volt szabad, hanem ez az összeegyeztethetetlenség. És 1800-as évek közepén a pápa kimondja a dolgokat. Tehát hozzátartozott keresztény hite, szóval nem kimondja el az összes törvény. Hite is sérülés, eszeveredés. Tehát az egész természeti valóban nincs hite. A hitnek a lényegéhez tartozik, hogy amikor ő Anna méhében megfogad, akkor belekerült a megváltás előterébe. Abba a pillanatban. Keresztelő János, amikor a szűzanya közeledik feléje, és ott van már a méhén az Isten fia, fölüljön ez a kis magzat, és azt mondja, Szent Márt megöltötte a Szent Lélek. Hát még nem volt Jézus keresztalála se. De ő nem szentértelenül fogadta. Ezért a születés napját csak Krisztusnak ünnepeljük meg. Szűzanyának, mert nem egy bűnben Istentől elszakadt ember jön a világ, és keresztelő Jánosét, aki volt tisztult meg. De nem a szent, nem a fogantatás pillanatában. Kedves testvérek, meg kell tanulni az igazságot. Egy igazságot nélküli kereszténység is nulla. Azt mondja John Henry Newman, olyan, mint a halottra húge. Nagyon szép lehet, csak minek van rajta. Ma pedig terjed egy olyan kereszténység, hogy gyógyítás, meg értem, de ha én sem ügyít meg, akkor majd megyek másokhoz. Akár az ördöghöz is. Mint erre lenne, hogy csak ezzel az életben segítsen nekünk. Nem, megismerni Krisztus testvéreim, az az örök élet kezdete, mert az Atyát is megismerni. Na most kedves testvérek, tehát így tartozik a megváltás. Ő is rászorult volna, de már a megváltás világába emelte, mert Krisztus vére voltán nem csak előre folyik a történelemben, hanem visszafelé is, még az Ószövetség szentjeit is valamiképpen megvilágosítja. Keresztelő János, a prófétának, nem adja meg az Isten életet, de
de a megdinális. A megváltás eleje rögtön működik a ember elmúlásokat. Most figyelünk egy másik nagy művét Istennek, a teremtés. Kedves testvérek, ez nehéz lesz. De Isten azért megoldásokhoz szólt. Nem csoda, hogy a középkori egyetemek vagy már kevettek, hogy megértsék azt, hogy kicsoda a Krisztus. Mit jelent az átteremtő, és mit jelent a legnagyobb kérdés, miért testesült meg a Fiú Isten? Kur nem szó. És amikor a Pári Csipatetelen idejét és Pontusz azt mondja, azért nem működhet. Akkor én hozzáteszem, hogy érdemes Úr Istentől elszakadni, hogy bűnje már rá nekünk a fiát, és láthassuk meg ennek. Hát ez mit állapodás tűnye. Itt van valami megoldás. Akkor is lehet, hogy soha nem működik. Akkor beteljesítette önnek ártatlan emberiség vágyakozását. És ami ennél nagyon meggyőzött, még inkább, hogy találta a Lovinói Szent Tamásnál egy idézetet, ami megrendítő, csak a nagyságát mutatja meg. Ő problémásat tartotta. Azt írja, vajon az Isten akkor is egy testesült volna az ember nem vérkezett volna? Felelőről ezt kell mondani. Ebben a kérdésben eltérők a vélemények. Egyesek azt mondják, hogy Isten akkor is megtestesült volna, az ember nem érkezett volna. És nem mondja azt, hogy ezek nem katolikusok és ellenlegek. Itt van a nagyság. Mások az ellenkezőjét állítják. Úgy látszik, hogy ezek felfogását kell magunkéván tenni. Mi ugyanis csak annyiban ismerjük meg azt, ami kizárólag is Isten akaratából függ, és az a teremtmény minden igényét meghaladja, melyben a Szentírás az tartalmaz. Hát azért itt elfelejtünk ez a zseni, hogy nem csak azt, hanem a szent hagyomány is. Nem csak az írás, de az írás betűjében is benne a világítás. Csak ő nem látta meg. Hiszen a Szentírásban ők kifejezése Isten számunkra van akarat. Márpedig a Szentírás a megtestesülés okán mindenek előtt az őszülők védkében jelöli meg, azért joggal állítjuk Isten a megváltást, mert azért határozta, hogy a bűnt orvosod, így tehát. Ha nem lett volna bűn, akkor nem lett volna megtestesülés sem. Természetesen. Isten minden hatósága nem volt ehhez az egy okhoz kötve. Hát az Isten minden hatósága, de nem úgy mi vágyunk ki belőle azt, hogy mit csináljunk. Tehát védkezik is, akkor ő gondol valami. Isten megtestesülhetett volna akkor is, ha bűn nem létezett. Itt van a zseni. Benn van egy rendszerben. Azt tanítja, hogy nem komplexusunk, mert komplexusunk a bűn. Komplexusunk ez a halál. És erre adunk megváltást Krisztusunk. A kereszten értünk szenvedett. De ha nem létezett volna, nem jön volna. De most azért ez nem olyan kérdés, hogy mi lett volna, ha. Hanem ez az a kérdés, hogy Isten gondolatában mi van, mi benne. Kedves testvérek, egy fiatal család házat épít, és gyerekszobát is terveznek. Sőt, hát az be is rendezik, hogy gyerekek dolog, talán kölcsönök is köszönöm. Hát mindez véletlen. Hát Istennek eszembe jut, hogy szórakozok és csinálok egy csillagvilágot. Aztán évmilliárd után a Földön megjelenik az élet. Az első sejt. Élettelenben sose lesz szépen. Kellene majd professzor, hogy kérdezik meg. Meg aki gondol, meg kérdezik meg a logikát. Egyetlen megvan sejtecsek állatlan a már pedig az élet megjelenik. Az anyagon még életlen. Tehát az atomokat, az életlenet felemelte egy túlvilágba. Azt a biológikumot meg felemelte a személyes túlvilágba. Minket pedig felemelt Jézus Krisztusban, csak elszakadtunk tőle. Tehát, és itt van a Szentírás Kolosszei levél, minden Krisztusban teremt. Hol van itt a bűnnek a megváltás?
És az anyagi világ mindenség bennem van összefoglalva az emberben. És én Krisztusban vagyok, a tőle kiszabadult én is darabokra hullok, meg az egész világ nézetem, amelyen darabokra hullok, rendelmes világnézetet teszik az ifjúság nagy része, mert ezt tanították nekem. Kedves testvérek, az Efezusi levélben ugyanúgy az zsidókhoz írt levélben, hogy majd benne foglal össze minden Istenem, benne is tehetnek. Hát hogyan lehet egy 33 éves zsidó férfi van tehetteni? Ez azt jelenti, hogy a parancsol Isten első gondolata, hogy legyen nektes testvérés. Második, hogy legyen egy olyan lényeg, akiknek a semmivel hozok elő, de fölveszed Krisztus Isten fiúságát. Kedves testvéreim, Skótusznak az egyik érve, Isten a minden normális akarat, azt akarja célként, ami a legnagyobb érték. Erre nem azt akarja, hogy nem normális. Minden kisebb értéket csak másodlagos értékként vagy cél vagy eszközként. Egy másik évben mondjázzunk ebben a gondolkodást, hogy pedig csak ez mennek minket. Európa nem csak gonoszszá vált Isten ellen, és még logikátlannál is. Második évben Istenben rendezett akarat. Harmadik évben mi az Isten számára a legnagyobb érték az egész univerzumban? A názáreti Jézus. A szentséges megtestesülés. Ergo, tehát ezért, csak ezért, és csak ebben teremtett minden. És benne áll, benne egzisztál minden. Azt is mondja, hogy amennyiben Isten azt akarta, hogy rajta kívül levő lényeket szeretes, akkor elmondott az ő fiának a megtestesülését, hogy emberré legyen. Mert egy Isten, az csak Isten tud szeretni emberben. De a kutyát nem tudja szeretni, csak ember. Viszont ő az ember isteni szeretetnél van a részesülteni. Mondja Skótusz, hogy kisebb szeretetben is szeretetben van az ember. De Isten nem tud Isten lesz, kisebb részben. Hanem ahogyan az örök szentvárosában belül az Atya szereti a fiút, ezzel a végtelen szeretettel akarta szeretni a nem létezésből előbbi emberiséget, ezért rögtön fölvette az Isten fiúság kegyelmére. Kedves testvéreim! És amikor azt mondja Gábor, amikor arra mondja, ki a fiúság, a magasságbeli fiának fogják hívni, ő szabadítja meg az öregyőnek. Akarunk. Előbb nem is láztatja az anyja, én József, mert nem jelent. Mária, Isten mindenható. Ez a zsidó kislánynak az szerint, hogy a semmiből teremt, akkor az én mélyemben is lehet ember. József. De József Jézusnak jobban adja, mint a te apád. Mert az ős volt, az örök Isten mindenki adja Jézusnak. És mivel nem is láztatta az anyja, íme szolgálójára legyenek a legyőző. Megváltásunkra gondolt csak mi? A teremtő Isten is. Isten. Most jövök rá, hogy nem ilyen járóképezésű világkilágot. És Szentváros-tól Atyának egy kicsit kiavítanám, hogy aki téged megteremtett közreműködésen nélkül nem fog megteremteni, nem fog megváltani, üdvözíteni közelműködését nélkül. Közelműködött. Azt mondja, ez nem fontos tudni. Mária közelműködött a teremtésben. Mert a senki sem fogadja az Isten fiát, akkor minek teremtse? És egy utolsó nagy kegyelmet osztunk meg veletek, de vigyétek el, és nekünk tudom is osztani, nem tudom meg, hanem tessék tovább. Most a nagy dolog az, hogy napján a
szemültelen fogadtatást kiváltságunk megragadott. Na most, amikor az anyja köszönhetett a szűzanyát, akkor a szűzanya elfogadta ezt a csodálatos ajándékot, hogy Isten fia anyja lesz, a lelkében fogadta, és abban pillanatban testébe is. Mi az, amikor te Jézus a lelkedben fogadod meg a testbe is? Amikor áldozod. Na most, legszorábbi lesz kredelni. Ahogyan az egyház misézik és imádkozik, ahogy tisztodát vagy a szentélek, azt hiszi. Nem csak azt, ami a szentélek betűnében van. Hiszen az első század végén Tertullianus már azt mondja, amikor Isten azt mondta, teremtsük embert a képünkre és hasonlatosságra, akkor Krisztusra gondolt az első ember, nem Ádám. Igen. Na most Mária tulajdonképpen az első áldozó. Hát testét és szellemében fogadta az Isten fiát. Igaz, mi a föltámadó testet fogadja. Na most, szabad-e megváltoztatni egy eredeti bűnbelőle embert, mint ő keresztelne? Tessék? Nem változtat. Meg kell keresztelkednie, vagyis a kegyelemben Isten fiúságba kell részesülni. Tehát Mária nem szentségkerülen áldozott. Nem volt eredeti bűnbelőle. Nem tudjuk, hogy mit kaptunk. Ezekben az anyjai szavak. És persze mi úgy mondjuk üdvözni, hogy Mária. Ezt is akarja a Szentlélek, hogy hívjuk úgy, ahogy a szülei, ahogy a kortársai. Mert Jézus az egész ószövetségen és a teremtés megteremtette, de tegyük hozzá kegyelemben lelkés. Imádkozzá érettünk most, ebben a mostban, amelyben a világ bajlik. Rettenetet fogok történni fognak, de még szemben valósulnak meg, megújul az egyház, megtisztul az emberiség, mint mindig. Imádkozzál életünk most, és halálunk óráján, mert a halálunk óráján számunk az utolsó most. Hiszek az egy Istenben. Thank you.
tegyétek, és igyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem kereke, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontani a bűnök bocsánatát. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Thank you.
nagyasszonyunknak és pátronánknak kegyes közbenjárása, hogy mi, akiket útéteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértők legyünk az ő szeretetében. Krisztus, ami úrunk által. Legyen áldott